voltatok a kedves, aranyos, kedves bugyi királynővel. Tudnélik, akinek a legtöbb bugyija van Magyarországon, az nem más, mint Kiszel Tünde, aki az RTL egyik műsorába, éjszakai műsorába, mint magyar sztár szerepelt. Így igaz, az RTL Tutti Frutti című műsorában, mint első magyar lány szerepeltem. 50 szép lány közül választottak ki, a Magyar Televízió épületében volt egy ilyen válogatás, és én ott különböző hölgyeket személyesítettem meg, voltam olasz, Gina, görög Atina, spanyol Carmen, és így tovább, és nagyon jó volt. A bugyikat mióta gyűjtöd? Hát néhány éve, kezdetben nem gyűjtöttem, csak nagyon szeretem a szép fehér neműket, bugyikat, és miután ezt megtudták a barátaim, mindig kaptam egy-egy szép szexis bugyit vagy fehér neműt ajándékba, és azóta már tudatosan gyűjtöm. Most te csak női bugyikat gyűjtesz, vagy férfi bugyikat is? Kezdetben női bugyikat gyűjtöttem, de most már, mint a skalpokat, férfi alsógatyákat is. Mondjál néhány híres skalpot. Szilveszter Szalone, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, és még sorolhatnám. Ezeket a bugyikat dedikálják neked? Hát nem igazán, inkább az emlékkönyvembe írnak be szép és sok kedves sorokat, és dedikált fotókat kapok, sőt, közös fotókat csinálnak rólunk, közös képeket, és azokat elrakom emlékbe, gyűjtöm. Ezek a képek mikor készülnek? Éppen az intim pillanatokban? Nem, ezek az udvarlás időszakában készülnek. Hogy van akkor? Ez előre készül a fénykép, és a siker meg a beteljesedés meg csak utána van? Nem mindig teljesül be. Ezek ilyen plátói szerelmek és munkakapcsolatok. Ugyanis ezek a urak riportalanyaim többnyire. Na de értem, de nyilván gondolom, hogy azok a riportalanyok, vagy azok a skalpok, akik bugyit adtak neked, ha nem is a saját aláírásukkal díszítve, azért végül is mégiscsak el vannak rakva valamilyen szempontból. Ez így van, de ez hagyd maradjon az én titkom. Nem árulom el, hogy kik ezek az illetők, akiket mint ilyenfajta skalpokat gyűjtöttem be. Én azt hiszem egyébként, itt egy délceg úri ember, akinek nem tudom, a skalpja szintén nem lenne rossz. Hát nem tudom, én a sztárokra utazom. Én jobban szeretem az ismert, híres személyiséget. Én is ismert. Azt hiszem, hogy elég híres, egy igazi farkas. Ismert, híres személyiség vagyok. Engedjük bemutatkozzam. Igen. Lópici Gáspár, az utca hírmondója. Örülök, akkor majd egy riportra majd. Én rakom ki az utcára a hírmondást. No, hogy tetszett a Emlyi Rózsi koncertje? Nagyon tetszett, gratulálok neki szívből. Én nagy tisztelője vagyok és rajongója. Már írtam róla többször, legutóbb a vasárnapi hírekbe. Most legelőször? Legelőször a Kiskegyednek, ugyanis írok több országos napilapba, hetilapba. És az ő skalpja nem szerepel még a bugyi gyűjteményedbe? Rózsi? Még nem, de ami késik, nem múlik. Mert ha szerepelne, erre mondják, akkor kopasz. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Oké, köszi szépen. Mindannyian, tényleg. Köszönöm szépen.